Az elmúlt hétvégén Balatonfüred volt a Riviera a bajai triatlonosoknak. A legjobban Koch Renáta szerepelt, aki ezüstérmet szerzett az olimpiai távú országos bajnokságon. Titokban a dobogóra számítottam, illetve oda képzeltem magam. Az úszáson kívül teljes mértékben elégedett vagyok a versennyel. A fiúk között elit kategóriában Bajai Péter 5. helyen végzett. Kicsit nehézkes volt, rövid táv volt. Úszás kerékpár jól ment, futáson egy kicsit fáradtnak éreztem magam, ezért az nem sikerült olyan jól. Mit jelent ez, hogy kicsit fáradt voltál, meg nem volt az igazi? Hát nem tudom, így jött össze. Sok versenyem lesz most, 5 hétvégén 5 verseny. Egy kicsit lehet, hogy többet edzettem, és még nem jött ki, vagy nem sikerült eleget rápihenni erre a versenyre, majd baján kiderül, hogy hogy van. Internetes képek alapján a Faldon Gáborik egy nagyot borultak, te ebből mit tapasztaltál, mit kell erről tudni? Hát én végignéztem sajnos a borulást, szerencsém volt, hogy én épp hogy el tudtam kerülni, nem volt kellemes végignézni az egészet. Ha te egy ilyetesebb icalja, akkor hogy tudod végigcsinálni a versenyt utána? Hát attól függ, hogy mekkora a sérülés. Most ha mekkorát Gáborék estek, ez szinte lehetetlen utána végigmenni, most menni is alig bírnak, gondolom kerékpár is ilyenkor valamikor sérül. Valaki szerencsésebben esik, azért akkor föl lehet kelni és tovább folytatni, de van azért olyan sérülés, amivel nem lehet végigmenni. Meg nincs értelme. Szerint a pályafutásodban volt ilyen nagyobb perecelés? Nekem volt már ilyen, volt olyan, hogy tovább mentem, volt olyan, hogy nem. Úgy ütköztek ők egymással, hogy előtte valaki ütköztek már, és akkor így a Gáborka ütközött egy lányjal, aki beesett eléjük. A Gáborka előtti fiút nem sikerült föllökni a Horváth Zsanettnek, ennek a lánynak, aki elesett. A Gáborkát sikerült, és a Gáborka, ahogy beesett a Dávid elé, a Dávid keresztül ment rajta kerékpárral, és ő nyomott egy bukfencet a Gáborkán. Mennyire veti ez vissza a felkészülésüket? Hát a felkészülésüket már nem veti vissza, maximum az állóképességüket fogja visszavetni, hiszen a felkészülésre már végeztünk, már versenyidőszakban jártunk. Hát nem jó esélyekkel indulnak az idei évben, most kell majd egy újabb alapozást nekik beiktatnunk, azt hiszem, hogy a bajai verseny után, mert arra már nem lesz idő. Örülünk, ha össze tudjuk őket foltozni a bajai versenyre. Ott elindulnak, amennyi kijön ebből az állóképességből, amennyi megmaradt, azt ott megpróbálják kamatoztatni, és akkor egy újabb állóképességi edzésbe fogunk belekezdeni, és akkor év végére talán újra formába tudnak lendülni. Várj, most tulajdonképpen annyi bajuk van, hogy mindenüket lenyúzták, és ez mondjuk akadályozza őket hát, futásba, inkább úszásba? Óriási. Igen, nagyon sok sérülésük van, külső sérülésük, ilyen lenyúzások, kisebb, nagyobb felületűek, vannak mélyebb sebek, tehát ez egy ilyen 45-es tempónál történt ez a bukás. Hát és amit az aszfalt le tudott róluk szedni, azt leszedte róluk. De hát ez a mélyebb sebeknél, meg az nagyobb ütés következtében vannak gyulladt izmaik, ízületeik, amik be vannak dagadva, és ezeket meg kell várni, míg regenerálódnak ezek az ízületek, bőrszövetek, különböző izomszövetek, tehát ezt ki kell várni, ezt a regenerálódást. Az elkövetkező hétvégén Koch Renáta egy bécsi versenyen vesz részt, majd a június 23-ai hétvége már a bajai verseny, ahová reményeink szerint már a sérültek is felgyógyulnak, és az egész bajai csapat jól fog szerepelni. Igen, itthon mindenkinek a lehető legjobb teljesítménynyújtása, ez az egyik fő versenyünk az idényben, úgyhogy a lehető legjobb teljesítménynyújtása a fontos. A nagyon jó, kiemelkedő teljesítményt várnék, azt hiszem most a Gáborka bukása után a Petitől szeretném, hogy a hazai mezőnyben a felnőtt férfiak közt egy kicsit jobb helyen szerepeljen, inkább a helyezésben mondanám, hogy első háromba várnám. A Renitől várok a felnőtt női kategóriában, illetve a Supermix versenyen egy jobb szereplést. Junior kategóriában kimagasló szereplést várok a Király Istitől, akit még szeretném, hogyha felnőttek versengésére az abszolút versengésbe is beleszólna. Ifik közül Salzsoltól várok jobb teljesítményt a hazai versenyen, Serdülök közt a Rácz Gergőtől, illetve a Faldun Bettitől, a lányoktól, illetve ifis lányoknál kifelejtettem sajnos, de nem szeretném elkerülni, hogy Sörös Katától várok, illetve a nővérétől a junior mezőnyben, Sörös Lucától.